Kiosztották Bonyhádon a sportegyesületek és a civil szervezetek között a támogatásról szóló szerződéseket. Beszédében Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere kiemelte, hagyományt teremtettek ezzel az átadással. A civil szervezetek, vagy akár sportszervezetek életében is az az összekötő kapocs az én gondolataim szerint, hogy ha összhangot tudunk teremteni, a hagyományok ápolása és őrzése, meg a mai élet, a megújulás, a fejlődés között, akkor igazán viszi előre azt a közösséget, amelyben élünk, a város lakóit. A támogatást nyert egyesületek között van labdarúgóklub, kosárlabda csapat, hagyományőrző csoport és táncosok is. Az elnyert támogatásokból a működésüket és a megszervezett programjaikat tudják lebonyolítani a sport és civil szervezetek. Az itt nyert támogatást a hagyományos, illetve a hagyományteremtő rendezvényeinkre tudjuk fordítani. Nálunk ez elsősorban most kettő rendezvényt jelent, az egyik a Táncművészet Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő egésznapos programjaink, a másik pedig az egyesületünk által támogatott fiatalok, gyerekek tánctáborának a támogatása lesz. A civil szervezetek és a sportegyesületek között 6 millió forintnyi támogatást osztott szét Bonyhád városa.